Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, pénteki napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Sárgasáv túraútvonalról, a Bakonyból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok a Sárgasáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. És most tulajdonképpen folytatni fogom azt a túrámat konkrétan, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. És ugye az ezt megelőző videómban ezen a ponton egy kicsit elakadtam, tehát ezen a ponton egy kicsit elakadtam az ezt megelőző videómban, de nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen, de közben megnéztem a térképet, így megvan a helyes út, tehát megvan a helyes út, gyerekek, tehát nem ez a helyes út, ami arra felé megy, hanem a helyes út, ami továbbiabban is a Sárgasáv túraútvonal, az konkrétan arra felé megy, tehát abba az irányba halad a Sárgasáv túraútvonal, csak itt vannak ugye fabedőlések, ahogy látható ezen a felvételen, de arra felé halad tovább a Sárgasáv túraútvonal, így hát én is arra felé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, arra felé van Csesznek, illetve a Porva Cseszneki vasúti megállóhely is konkrétan arra felé van, és én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból érkeztem, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát a továbbiakban én nem arra felé fogok haladni, hanem maradok továbbiakban is itt a Sárgasáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése ott látható, tartsatok velem a továbbiakban is, és akkor én folytatom tovább az én kis túrámat arra felé, tartsatok velem. És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már szépen folytatom is tovább a mai kis túrámat, itt a Sárgasáv túraútvonalon, csak itt van némi fabedőlés, tehát itt van némi fabedőlés, ahogy láthassátok ezen a felvételen, meg némi csalán is van sajnos, ami már jó össze-vissza csipkedett, mióta itt bóklászok. És akkor szépen átbújunk itt a akadály alatt, és akkor haladunk tovább arra felé, mert erre felé folytatódik a Sárgasáv túraútvonal. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor itt ezeken a keresztbe dőlt fákon szépen átlépünk, meg átbújunk alatta, és haladok tovább a Sárgasávon. Tartsatok velem! De hát folytatom tovább a mai kis túrámat, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor haladok is tovább itt a Sárgasávon, hiszen már az ezt megelőző videóimban is ezen a Sárgasáv túraútvonalon túráztam, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Hát igen, elég vad a környék, hát eléggé vadul néz itt ki a környék, gyerekek, pedig hát itt egy kijelölt túraösvény van, mert azért megvan maga a túraösvény, tehát látható, hogy itt van, tehát itt halad a túraösvény, ki van végig jelölve, és itt halad, gyerekek, a Sárgasáv túraútvonal természetesen, aminek itt is van a jelzése, tessék, lássék, itt látható a Sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése,
és én a továbbiakban is ezen a sárga sáv túraútvonalon fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább ezen a sárga sáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható ezen a felvételen. És akkor haladok tovább itt a sárgán, méghozzá arra tovább egyenesen. Na, gyerekek, akkor haladjunk tovább, ahogy mondottam az előzőjekben, tehát szépen haladok tovább. Hát egy kicsit megakadtam az előbb, mert egy kicsit megakadtam, de azért néztem egy térképet gyorsan, és úgy meglett a helyes irány, mert azért a térkép van nálam, tehát a végszükség esetére van nálam térkép, így hát igazándiból nem fogok tudni eltévedni, mert van nálam térkép. Hát mondjuk ez egy eléggé kevésbé járatott ösvény akar lenni, de itt van, tehát itt van az ösvény, látható, csak nagyon ritkán járhatnak erre, mert szerintem nagyon ritkán járhatnak ezen az ösvényen, pedig hát itt van, végig megvan az ösvény, csak nyilván erre nem járnak olyan sokan, mert ez nyilván, ez látszik ebből az ösvényből, hogy nem valami sokan járnak erre felé. Hát idáig, mióta elindultam, két darab emberrel találkoztam ezen a sárga sáv túraútvonalon, mióta elindultam Porvacsesznek, vasúti megállóhelyről. Összesen két darab túrázóval találkoztam, mind a ketten szembe jöttek velem, tehát mind a kettő szembe jött velem. Tehát idáig két túrázót találtam ezen a útvonalon, ahol én most is éppen gyalogolok. Na, gyerekek, és akkor szépen haladok tovább itt a sárga sávon. Amúgy nagyon jól ki van jelölve, tehát tényleg, tehát a jelzések azok rendben vannak. Tehát nagyon rendben vannak a jelzések, mert szépen végig ki van jelölve maga az ösvény, és a turista jelzések is egész jó állapotban vannak ezen a szakaszon, mert tényleg egész jó állapotban vannak. Mondjuk a lentébe egy szakaszon, ami ugye Porvacsesznek irányába van a vasúti megállóhely felé, azon a részen azért jóval, jócskán meg vannak kopva a turista jelzések, de itt erre felé viszont, mióta Cseszneket elhagytam, vagy legalábbis Csesznek környékét, azóta itt a jelzések szépen megvannak, ami szerintem nem is olyan régen lehetett újjáfestve, ahogy én így elnézem, mert egész frissnek tűnnek ezek a jelzések, és akkor szépen haladok tovább. Közben itt van egy vadcsapás itt keresztül, ja, itt van egy vadcsapás, hát azért nézzük itt be egy kicsit. Aha, jó, oké, akkor tovább egyenesen arra. Igen, erre tovább egyenesen, konkrétan. Itt megjön egy erdészeti kocsiút. Igen, tehát itt megvan a jelzés, és erre felé halad. Tehát erre felé halad a sárga sáv túraútvonal. Hát megvan a jelzés, gyerekek, szépen. És akkor szépen haladok előre én is természetesen, itt a sárga sávon. Hát azért jó pár darab csaláncsipést már összeszedtem, mióta elindultam. Tehát már jó pár darab csaláncsipést összesikerült szednem, mióta elindultam ezen a sárga sáv túraútvonalon. Hát tényleg jó pár darab csaláncsipést már összeszedtem. Hát ne rövid nadrágba gyertek ide, ha egy mód van rá. Tehát ha ide jöttök, akkor ne rövid nadrágba gyertek, mert akkor fogtok kapni ti is egy jó pár darab csaláncsipést, akár csak én, mióta elindultam Porvacsesznek vasúti megállóhelyről, azóta jó pár csaláncsipést besikerült gyűjtenem, és akkor haladok tovább, természetesen tovább itt a
sárgasávon. Hát itt már egész jól járható az út. Tehát egész jól járható. Na, itt fölkanyarodik jobbra, majd utána balra. Haladok tovább természetesen, tovább a sárgasávon. Hát, idáig nagyon jó kis túra van mögöttem, tehát azt mondom, hogy idáig nagyon szép kis túra van már mögöttem, de nézzétek meg ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor haladok tovább itt a sárgasávon, aminek mindjárt meg is mutatom a jelzését, hiszen itt van, fel van tüntetve elég szépen, tessék, lássék. Itt van a sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is ezen a sárgasáv túraútvonalon fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább ezen a sárgasáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább arra felé, tehát abba az irányba kell haladnom tovább. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább. Tovább itt a sárgán. Na, gyerekek! Közben szépen kanyarodok rá Vinyére. Tehát szépen Vinye irányába elkezdtem rákanyarodni. Mert az út ez végül oda fog levinni. Ez a sárgasáv túraútvonal levisz majd Vinyére. És a mai kis túrám az több mint valószínű, hogy Vinyén fog majd véget érni a mai kis túrám, ami valójában már nem is olyan kicsi túra, hiszen elég régen elindultam már a Porvacseszneki vasúti megállóhelyről. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor haladok tovább természetesen, ahogy látható ezen a felvételen. És igen, most már szemből süt a nap, tehát most már szemből fog a nap sütni, tehát ez is azt jelzi, hogy jó irányba haladok, mert már szemből süt a nap. Tehát ez is azt jelenti, hogy jó az irány, amerre haladok. Na, gyerekek, akkor haladok tovább természetesen. Tovább itt a sárgasávon. Igen, itt van a sárgasáv, itt halad. Hát nagyon jól megvannak a jelzések, mert tényleg nagyon jól megvannak. Tehát nagyon jól látható helyen is vannak. Meg itt ezen a szakaszon nagyon is rendben vannak a turista jelzések. Nem úgy, mint a lentebbi szakaszon, Csesznektől lefelé a Porvacseszneki vasúti megállóhely irányába, mert ott azért eléggé hiányosak a jelzések, meg eléggé kopottak és megviseltek is a jelzések. De erre felé azt mondom, hogy egész jól rendben vannak a turista jelzések. Na, akkor haladok tovább. Tovább itt ezen az úton. Hű! Hát egy kis emelkedő jön. Most egy kis emelkedőt mászok. Tehát itt jön egy kis emelkedő. Nagyon jó. Nagyon jó ez a túraútvonal, gyerekek. Nagyon jó. Tehát eléggé jó teljesíthető is ez a túraútvonal.
mert tényleg elég jó teljesíthető, csak éppen nem rövid nadrágba kell jönni, mint ahogy én tettem, hanem hosszú nadrágba, mert ugye azért jó pár darab csaláncsipést már sikerült begyűjtenem, mióta elindultam a Porva Cseszneki vasúti megállóhelyről. Hát azóta sikerült begyűjtenem jó pár darab csípést, csaláncsípést. Tehát ha ide jöttök, akkor ne rövid nadrágba gyertek, hanem hosszú nadrágba, és akkor a csalán nem fog tudni megcsípni benneteket. Hát engemet már szétcsipkedtek a csalánok mind a két lábamon, de így jártam, hisz rövid nadrágban vagyok. És akkor szépen haladok tovább itt a sárgán. És akkor legyen már egy kis visszatekintés, ne csak itt szövegeljek. Amúgy így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Közben itt ki van dőlve egy akácfa, és akkor haladok tovább arra felé, tovább itt a sárga sávon. Hát idáig nagyon, nagyon rendben van ez a kis túra, tehát idáig tényleg azt mondom, hogy nagyon rendben van ez a mai kis túrám, mert tényleg nagyon rendben van idáig ez a mai szép kis túrám. És akkor szépen haladok tovább, gyerekek, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! Jó meleg van amúgy, de mondjuk ez most jó, hogy ilyen jó az idő. Hát itt jön egy útelágazás. Igen, itt jobbra kell majd kanyarodnom. Tehát itt jön egy útelágazás. És itt majd jobbra. Igen, jobbra kell kanyarodnom. Itt van egy útelágazás. Tessék, lássék. Itt van az útelágazás. Ugye abból az irányból jön egy erdészeti kocsiút. Tehát abból az irányból jön egy erdészeti kocsiút, így néz ki a környezet, hogy láthassátok ezen a felvételen. És én majd a továbbiakban arra felé folytatom az én kis túrámat, tehát arra felé fogok haladni a továbbiakban, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor most legyen egy kis visszatekintés, Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, arrafelé van Csesznek, én onnan jövök, és a továbbiakban szépen haladok tovább, továbbra is a sárga sávon, méghozzá arrafelé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább itt a sárga sávon. Igen, itt is szépen ki van jelölve, hogy merre halad a sárga sáv túra útvonal. Tehát tényleg nagyon jó ki van jelölve itt is. És itt van a zöld sáv is újra, gyerekek. Tehát visszajött a zöld sáv túra útvonal is, amit a mai napon már egyszer már érintettem, érintettem ezt a zöld sáv túra útvonalat, ami most itt következik, mert innentől kezdve már a zöld és a sárga sáv túra útvonal egy nyomon fog haladni újra, tehát újra egy nyomon fog haladni a két turista út, tehát itt becsatlakozik a sárga a zöldbe,
vagy a zöld csatlakozik be a sárgába, tök mindegy, attól függ honnan nézzünk, tehát az tök mindegy. Közben valami traktor jön erre, ha jól hallom, tehát valami traktor is jön erre felé, és akkor innentől kezdve már haladunk tovább, továbbiakban is a sárga sávon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tehát itt látható a sárga sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is ezen a sárga sáv túraútvonalon fogok haladni, de ugyanakkor már itt látható a zöld sáv túraútvonalnak is a jelzése. Ez valójában ugyanaz a zöld sáv túraútvonal, amit a mai napon már egyszer érintettem Csesznek közelében. Tehát Csesznek közelében már érintettem ezt a zöld sáv túraútvonalat, és ez tulajdonképpen ugyanaz a zöld sáv túraútvonal, és én a továbbiakban is ezen a sárga sáv túraútvonalon fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább ezen a sárga sáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom az én kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább itt a sárga sáv túraútvonalon. Hát szépen haladok tovább itt a sárga sávon. Hát szépen haladok tovább, ahogy láthassátok. Tehát tovább a sárgán. És valójában itt becsatlakoztunk újra a zöld sáv túraútvonalba. Tehát itt újra becsatlakoztunk magába a zöld sáv túraútvonalba. Közben valami traktor jár itt a közelbe, mert hallom a hangját. Tehát valami traktor jár itt a közelbe valahol. És akkor szépen haladok tovább. Tovább itt a sárga sávon. És akkor itt ezen a jó minőségű erdei kocsiúton gyalogolok. Vinye irányába tulajdonképpen. Hát valójából, mióta elindultam Porva Csesznek vasúti megállóhelyről, azóta egyfolytában ugye Vinye irányába haladok, csak egy jókora nagy kerülővel, mert tényleg egy jókora nagy kerülővel haladok Vinye irányába ezen a sárga sáv túraútvonalon. És akkor itt halad továbbra, a továbbiakban is a sárga sáv túraútvonal, és itt már közösen halad a zöld sávval a sárga sáv. Tehát itt már közösen halad a két túraútvonal, tehát itt már egy nyomvonalon halad a kettő tulajdonképpen, és ez valójában ugyanaz a zöld sáv túraútvonal, amit már ugye Csesznek közelében egyszer már érintettem, tehát ez ugyanaz a zöld sáv túraútvonal lesz konkrétan, mert térképen azért megnéztem, tehát ugyanaz a zöld sáv túraútvonal, amit ugye már Csesznek közelében egyszer már érintettem, és talán egyszer valamikor a jövőben talán azt is be fogom járni a zöld sáv túraútvonalat, amik azért erre már mérget azért nem vennénk, hogy én azt a közeljövőben be fogom járni. Hát egy biztos, hogy jelen esetben ugye a sárga sáv túraútvonalon vagyok, és ez így volt már az ezt megelőző videókban is, tehát nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor itt nem sokára majd balra be kell majd kanyarodnom, tehát itt hamarosan majd balra be kell kanyarodni konkrétan, mert itt van a útbaigazítás, tehát itt van a útbaigazítás, ezt így mindjárt meg is mutatom néktek, tessék, lássék. Itt van az útbaigazítás, tehát itt balra be kell majd kanyarodni, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor a továbbiakban is ezen a sárga sáv túraútvonalon fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen.
és akkor haladok is tovább ezen a sárga sáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, ahogy látható ezen a felvételen, és ugyanakkor itt látható a zöld sáv túraútvonalnak is a jelzése. Érdekes volt, mind a két tábla műanyagból van, tehát mind a kettő műanyagból van, és én a továbbiakban is a sárga sávon fogok túrázni, tartsatok velem, és akkor arra felé kell haladjak a továbbiakban, tehát arra felé folytatódik tovább a sárga sáv túraútvonal, tehát arra felé kell haladjak a továbbiakban, és akkor egy kis visszatekintés, tehát egy kis visszatekintés. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arra felé van Csesznek, tehát arra felé van Csesznek, én abból az irányból jövök, és a továbbiakban szépen haladok tovább, arra felé, tovább a sárga sávon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor itt szépen bejövünk ide a ösvényre, tehát itt már újra ilyen gyalogösvény lesz tulajdonképpen, tehát itt már újra ilyen gyalogos ösvény van, és igen, erre felé halad a sárga sáv túraútvonal, és itt már újra ilyen gyalogösvényen kell gyalogolni, túrázni, és újra van csalán természetesen, hát miért is ne lenne, tehát csalán az természetesen van, hát miért is ne lenne konkrétan, mert van csalán minden mennyiségben, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább itt a sárga sávon. És igen, itt már a turista jelzések meg, itt már nincsenek átfestve. Tehát itt már nincs átfestve a turista jelzés. Hát itt már eléggé kopottas állapotban vannak, de megvannak. Tehát innentől kezdve már nincsen újjáfestve a turista jelzés. És akkor szépen haladok tovább itt a sárga sávon, a továbbiakban is, tartsatok velem, ha úgy gondoljátok, köszönöm szépen, és hamarosan szerintem megérkezek Vinyére, mert tényleg szerintem hamarosan majd megérkezek Vinyére, ahol konkrétan a mai kis túrám a végéhez is fog érni, mert a mai kis túrám ugye Vinyén fog véget érni, ezen a pénteki napon, és majd szépen Vinyéről visszautazok vonattal, Veszprém városába, mint ahogy reggel is ide utaztam vonattal Porvacseszneki vasúti megállóhelyre, és ugye onnan indultam el gyalogosan, konkrétan ugye Porvacsesznekről, és akkor itt haladok tovább majd. Sziasztok! Szervusz! Nincs mit. És akkor szépen haladok tovább. Tovább itt a sárgán. Hát valójában ugye, ha megnézitek az ezt megelőző videókat, ugye ott jól látható, hogy mindvégig a sárga sáv túraútvonalon túráztam. És ez természetesen még ebben a videóban is így van. És majd még az ezutáni videóban is így lesz, remélhetőleg, mert hamarosan le fogom zárni ezt a videót, és egyelőre meg fogom köszönni a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem egy következő videóban is, hiszen a mai túrámnak konkrétan még nincs vége. Hamarosan fogom folytatni egy következő videóban. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, mint ahogy eddig is velem tartottatok, remélhetőleg. Én legalábbis ebben bízok, hogy eddig is velem tartottatok,
és én majd a továbbiakban arra felé fogom folytatni az én kis túrámat, de ez majd egy következő videó témája lesz. Tartsatok velem a következő videóban is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Vinye környékéről, a Sárga Sáv túraútvonalról. Sziasztok!